Önök a Kultúrszobát, a Tónatáj Televízió kulturális magazinját látják, köszöntöm nézőinket! Liba burgerből, liba töpörtyűből és természetesen sült libacomból is sok fogyott a Szekszárdi Béla király téren felállított Mártonnapi sátorban a hétvégén. A Tolnai megyeszékhelyen negyedik alkalommal ünnepelték gasztronómiai és zenei programokkal a karácsonyi bőjt előtti utolsó ünnepet. Élő zenét játszó együttesek váltották egymást a Szekszárdi Béla királytéren felállított rendezvénysátorban, de nem csak a kellemes zene miatt látogattak ki sokan a mártonnapi rendezvényre, volt, aki igyekezett a lehető legtöbbféle ételt megkóstolni. Majdnem, hogy mindent, libát kóstoltunk, libaburgert és libapecsenyét. Egész éjszaka sültek a különböző libahúsból készült ételek a sátorban. Márton napja a néphagyomány szerint a karácsony előtti 40 napos bőjt utolsó ünnepnapja, ezért ilyenkor rendszeresek a lakomák. A helyi éttermek séfjei igyekeztek minél különlegesebb ételeket készíteni. Nekünk vendéglátósoknak, a szekszári vendéglátó kerekasztalnak az volt a feladata kezdettől fogva, hogy libára, illetve a mostani őszi időszaknak a szezonális zöldségeiből készítsünk, és libából, liba alkatrészekből finomságokat. Mi ezt évről évre teljesítjük is. Mi már 2 éve ezelőtt egyszer megpróbálkoztunk egy bátor gondolattal ezzel a libaburgerrel, aminek a húspogácsája ugye teljes mértékben libahúsiból készül, egy kicsit ilyen kakukkfüves, érdekes fűszerezéssel. Ezt egy saját készítésű hagymalekvárral és tökmag majonézzel és libatöpörtyűvel készítjük, egy nem túl édes buciban. Ez egy nagyon kedvelt fogás. Szekszáron azt veszük észre, hogy minden, ami a gasztronómiával, a kultúrával és a borral összekötött rendezvény, ez mindig nagyon pozitív fogadtatás, és már nem csak a helyiek, hanem a turisták is erőt szeretettel látogatják ezt a rendezvényt. Abszolút igényli a fogyasztóközönség, hogy mindig egy picit újuljunk, mi próbálunk ennek eleget tenni. Nyilván, mivel a liba a fő csapás irány, nem könnyű, de mi is, az Aranykulacs kis vendéglő is és a Bormúzeum is igen színes dolgokat próbáltunk összeállítani, amit a közönség jól fogad. Szent Márton napja egyben az újbor ünnepe is. Úgy tartják, hogy akármilyen is az évjárat, az újbornak el kell készülni a november 11-ére. A szekszárdi borászok ezért főként az idén a hordókba került italokkal készültek. Hoztuk a 18-as évjáratból a Sauvignon Blanc, a sári sárdonénkat, a rozi rozénkat, és egy vörös 18-as oportó bort, a gúnár borunkat. Szekszárdon 4 év rendeztek először mártonnapi igazságot a város főterén. A programokat szervező Babics Mihály Kulturális Központ vezetője szerint az, hogy a rendezvényt elfogadták és megszerették a helyiek, a jó ételek és borok mellett annak is köszönhető, hogy igyekeznek igényes zenei produkciókat hozni a városba. Úgy, ahogy a gasztronómiában is a liba, ez egy kiváló alapanyag, úgy egyébként Szent Márton, és természetesen a különféle gasztronómiai jegyek, azok megjelennek a magyar népzenében is. Ugye alapvetően most azt kell tudni erről a fesztiválról, hogy tavaly népzene és a világzene köré próbáltuk szervezni a kulturális kínálatot. Most az idei fesztiválon talán egy picit jobban nyitottunk, és a könnyű zenei élet kiválóságai mellett persze felcsendülnek kiváló népdalok is, csodálatos népdalok. Itt például az Essencia produkció tolmácsolásában, de holnap itt lesz velünk a Bogyiszlói zenekar, és egészen biztos, hogy mindenki egy picit fog majd kapcsolódni a Márton naphoz, és fog majd kapcsolódni akár a borhoz, vagy akár a libához. Ugye itt a gyermekprogramok azok kifejezetten Márton napi gyermekprogramok lesznek, úgyhogy én azt gondolom, hogy számos kapcsolódási pont van, és igyekszünk is ehhez kapcsolódni. Bár sokan voltak, és minden ülőhely foglalt volt szinte végig a 2 nap alatt, Szekszárd polgármestere azt mondja, ez a rendezvény mégis a város kisebb, családiasabb hangulatú ünnepei közé tartozik, és éppen ez adja meg a varázsát. Folyamatosan jött a város felé ez az igény, hogy kellene itt a városközpontban is a megszokott rendezvényhelyszínekre, a Béla király téren egy olyan városi mártonnapot szervezni,
ahova mindenki ki tud jönni, ahol meg tudják kóstolni az új borokat, meg tudják kóstolni az ételeket, és mutatjuk azt, hogy megszokhatták azt is, hogy ez kiváló műsorszámokat és programokat tudunk biztosítani. Azért különleges ez a Márton nap, nekem legalábbis én úgy gondolom, mert a nagy rendezvényeinken nincsen arra lehetőség, hogy ilyen kisebb közösségekben, családokban leüljünk és beszélgessünk, és a Márton nap tipikusan az, ami elsősorban a szekszárdiaknak szól, ezért ezen a két napon kiváló lehetőség van, hogy kijön ide egy család, vagy baráti társaság, leüljenek, megkóstolják az új borokat, beszélgessenek, és aztán tulajdonképpen így felkészüljünk majd az adventi időszakra, aztán meg a következő évekre, amikor nagy rendezvényeken megint sokkal leszünk Szekszárdon. A szekszárdi Mártonnap programjai vasárnap éjjel koncertekkel értek véget. Több mint fél százan gyűltek össze Szekszárdon az izraelita temetőben a Megyei Múzeum Sétálj velünk programján. Kacián János nyugalmazott levéltári főtanácsos vezette a helytörténeti sétát. A rendezvényt a múzeumi őszi fesztiválja programsorozat keretében szervezték meg. A zsidóság első imahelye, az ma már nem áll, az a Bezeredi utcában volt egy úgy, mai Bezeredi régebben Német utcában volt egy imaház, ahol jelenleg többszintes épületek állnak. A Vosinszky-Mór megyei múzeum szervezésében megrendezett séta előzöngéjeként Friedman Tamás, a szekszárdi zsidó hitközség elnöke mondott köszöntőt. A Sétálj velünk program vezetője Kacián János nyugalmazott levéltári főtanácsos volt, a szekszárdi izraelita temetőbe járunk. Most már harmadik éve sétálunk érdeklődőkkel temetőkben Szekszárdon, így jutottunk el ide közkívánságra a talán legkevésbé ismert zsidó temetőbe. A szekszárdi zsidóságnak sok jeles alakja nyugszik itt, olyanok, akikre még a régi szekszárdiak valószínűleg emlékeznek. 1840-ben törvény megengedte a zsidók számára a letelepedést és a kereskedést, akkor kezdett el növekedni Szekszárdon a zsidó családoknak a száma. 1890-ben a körül voltak legtöbben, 900-an laktak itt a 14 000 lakosú városban. Ez a temető 1912 óta fogad temetkezésre híveket. Körülbelül 8000 négyzetméteres a területe, és kerek számot mondok, 1100 temetésről tudunk. Ha most képzeletben egy kicsit végig sétálunk ebben a temetőn, sok ismerős névvel találkozhatunk, közülük talán kettőt említenék meg, ami szekszárdiak számára régóta ismerős. Az egyik a Pirnitzer család. A másik pedig a Leopold család. Most a történelem fonalán hozzájuk kanyarodunk vissza, miközben a síremlékek között sétálunk. Nagyon sok szekszárdinak régi-régi ismerőse a Pirnitzer család. Kereskedő családról van szó, áruházuk volt Szekszárdon, a Garai tér, Széchenyi utca sarkán, amit az ő tulajdonokból, amikor ez elkerült, ez a szép emeletes áruház, akkor otthonáruházként vált közismerté. A Pirnitzer család 1890-ben kezdte szekszárdi kereskedését. Először egy kis üzletecskében a Széchenyi utcában, majd felépítették ezt a impozáns méretű áruházat, és azzal vált híressé, hogy nagyon igényes áruválasztékkal, nagyon színvonalas kereskedői mentalitással szolgálta ki a vevőit. Ezen kívül hazafias érzelmeiről volt még híres, nevezetes a család. A család idősebb tagja, Pirnitzer Antal, Pirnitzer Béla, a leszármazottak, a gyerekek,
fiúk, a három fiú például ebben az üzletágban, az áruházban nőtt fel szinte, és megtanulta meg a kereskedésnek a fortéjait. Pirnitzer családról maradt fenn az az emlék is, hogy például Nagybecsben tartottak egy 1848. március 15-én kibocsátott követelésekről szóló röplapot, és azt szépen bekeretezve állandóan mutatta az áruházának a kirakatában. Most ez a család sem kerülhette el a sorsát így részben. A fasizmus áldozataként vesztette el őket, Szekszárd részben pedig a világ más tájain találtak otthonra leszármazottak. Leopold Károly, Leopold Sándor, Leopold Lajos ismerős nevek a szekszárdiak körében. Itt ebben a családban jómódú bankembert, Tolna vármegye című lapot alapító laptulajdonost, tudós szociológust említhetnék. Legutóbbi talán a Leopold Lajos, aki arról volt nevezetes, hogy több nyelven lefordított szociológiai munkáját, a Prestige című könyvét sokan lapozgatták az 1900-as évek első évtizedeiben. Szekszárdért aggódott ő is, mint apja és hozzátartozói Sándor és Károly, mert abban az időben, amikor ő fiatal volt és szociológusként tevékenykedett, akkor szűntek meg a céhek, majd megalakultak az iparegyletek, de tulajdonképpen ezek a kismesterségek igazándiból nagy vagyonos műhelyekké nem tudtak kiemelkedni, és mondta, hogy lám-lám, a kisipar elpusztult ugyan, lett helyette nagyipar, de az nem Szekszárdon. Leopold Károlyról azt tudjuk, és Sándorról, hogy ez a család volt az, aki a szekszárdi zsidó hitközség legjelesebb rabbiát fogadta itt Szekszárdra. 1902-ben Rubinstein Mátyás nevű rabbit választották meg, aki nagy dorogi lakos volt, a családnak a tagjai mentek érte vonattal Nagy Dorogra, kísérték Szekszárdra, és a hívek nagy sokadalma várta az új rabbit a vasútállomáson. A Leopold család története párhuzamosan futott ennek a rabbinak a szolgálatával és szolgálata történetével, aki ráadásul mártiromságával is példaképe lett ennek a családnak és a szekszárdi zsidóságnak, mert 1944-ben a deportáláskor 82 éves korában, 42 évi rabbi szolgálat után önként elment deportált híveivel együtt Auschwitzba. A szekszárdi izraelita temető őrzi nagy embereket, kik a köz- és szekszárd jobbítása, az emberi értékek megőrzése és továbbadása mentén végezték minden dolgukat életükben. A mi feladatunk, hogy emlékezetük ne vesszen bele a megfoghatatlan jövőbe, hanem a humanitás, a kultúra, a tudomány és erkölcs szellemiségét őrizzük, és közvetítsük mi is minden cselekedetünkben. Ismét van kiért izgulni a Felszállotta Páva népzenei tehetségkutató versenyen. Igaz, akik most képernyőre kerülnek, már bizonyítottak, hiszen a győztesek mérik össze ismét tudásukat, és ami ennél sokkal fontosabb, közvetítik az autentikus népi kultúrát. Tavaszi szélvizet áraszt, virágom, virágom. Minden madár
társat választ, virágom, virágom. Ez volt az első dal, melyet Zsikó Zsuzsanna nyilvános fellépésen elénekelt. Óvodás volt. Azt mondja, most így visszaemlékezve nem volt egyszerű a feladat, de elindította az úton, melyről a mai napig nem tért le. A bátya nyomdokain járva a népdal éneklés lett az élete, jelenleg a Zeneakadémia végzős hallgatója. 2013-ban indult a felszállott apáva tehetségkutatón, de erről már meséljen ő. 13-ban újra kiírták, 2013-ban ezt a versenyt, és hát mondom, lehet, hogy kéne, de még akkor sem voltam benne úgy biztos, és akkor le is járt a jelentkezési határidő, nem jelentkeztem, és akkor utána kiadtak egy közleményt, hogy meghosszabbítják a jelentkezési határidőt még 2 héttel. És akkor úgy furcsáltam, hogy hát lehet, hogy ez valami ilyen isteni jel, hogy mégiscsak jó lenne megpróbálni, de nem foglalkoztam vele, csináltam a kis dolgaimat, készültem az egyetemi felvételire, a koncertekre tanultam, gyakoroltam, úgyhogy nem igazán foglalkoztam vele, és akkor a meghosszabbított jelentkezési határidő utolsó órájában, ez este 11-től éjfélig tartott, gondoltam egyet, hogy jó van, csak úgy poénból, mert miért ne, próbáljam meg, hát elküldöm azt a jelentkezést. Zsuzsi elindult és kiemelkedően szerepelt a versenyen, mely szélesre tárta előtte a kapukat. Azért egy televíziós műsor az ad egyfajta ismertséget, viszont ez nagyon nagy felelősséggel jár. Hát ugye elvégeztem a konzit, lassan a Zeneakadémiával is végzek, már eleve ezek is vonnak maguk után dolgokat, meg hát azért ezek is nagy felelősséggel járnak, de nyilván azután rengeteg felkérés volt, rengeteg ismerettségre tettem, vagy tettünk szert, és nagy feladat, főleg akkor 19 éves voltam, azért az nagyon fiatal, nem mintha most annyira öreg lennék, de teljesen más belecsöppenni egy ekkora adásba, egy ekkora műsorba, úgyhogy hát nagy feladat mindenképpen. Amióta van páva, azóta egyre többen táncolnak, és most leginkább a gyerekpávára térnék ki. 2 évad volt, ami a gyerekeké volt, mert azóta rohamosan iratkoznak be zeneiskolába a gyerekek, egyre többen táncolnak, akár táncegyüttesbe, akár külön járnak magántanárhoz, és hát ha már gyerekpáva, akkor a gyerekpávához köthető az is, hogy Budapesten a Fonó Budai Zeneházban, azt hiszem, hogy havonta van kamasztáncház, ami annyit von maga után, hogy 11-12 éves gyerekek muzsikálnak a velük egykorú gyerekeknek 7-től 10 óráig, este 7-től este 10-ig hivatalosan, de ott vannak még éjfélkor, meg éjjel egykor, és még mindig ugyanúgy táncolnak, énekelnek, muzsikálnak, és szerintem ennél csodálatosabb nincs. És nem 10 emberkéről van szó, akik ott vannak, hanem több százról. Tehát rengeteg, és akkor ugye ilyenkor nyilván a szülők elkísérik őket, úgyhogy szerintem kicsit így a gyerekek nevelik a szülőket bele ebbe az egészbe, ahogy például a mi esetünkben is volt.
Az idei évadban a szervezők a győzteseket hívták vissza egyfajta gála műsorba. A verseny persze verseny marad, de az idei fellépők már hazajárnak a tévéstúdióba. Annak van fontossága idén is, hogy közvetítsen az embereknek. Mert ugye ez inkább egy gála műsor, annak ellenére, hogy jó persze verseny, mert hogy tovább jutnak emberek, kiesnek emberek, de igazából ez szerintem inkább arról szól, én legalábbis úgy érzékelem, hogy közvetítsen az embereknek, hogy megmutassa azt, hogy tényleg milyen csodálatos kultúránk van, és kifogyhatatlan kincsekkel rendelkezünk, bármelyik ágat is nézzük, és muszáj, hogy Kodály országában ez helyet kapjon. Zsigó Zsuzsi esélyes az idei győzelemre is. Ha nyer, a nyereményét szülőfalujának művészeti csoportjának akarja felajánlani. Bármi is lesz a vége, sokat tanultam belőle, mondja. De azért a szavazatokra szükség lehet a győzelemhez. A 48-as a nyerőszám az idei versenyen. Lám, én piciny menyecske vagyok, ugye rózsám, de helyes vagyok. Ami picit főzök, jó ízűt, magam vagyok, szép rózsaszínű. Ami picit főzök, jó ízűt, magam vagyok, szép rózsaszínű. A Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Országos Landestag szervezésében Pakson került lebonyolításra az ország 6 legjobb német fúvózenekarának a részvételével a Fúvós Zenekarok 8. országos fesztiválja. A névos rendezvényen Tolna megyét a paksi Roger Schilling fúvózenekar képviselte. A sváb zenét szerető és művelő zenészek színe java mérkőzött meg egymással Pakson a csengeiben a fesztivál díjért. A Landestrát magyarországi német énekzene és tánckarok országos tanácsa által szervezett magyarországi német fúvós zenekarok 8. országos fesztiváljának döntőjét Pakson rendezték meg 6 zenekar részvételével. Ők a tavaszi területi minősítő versenyeken kitüntetéses arany minősítést értek el. Ezzel biztosították szereplésüket a döntőben. Tolna megyét a paksi Roger Schilling fúvószenekar képviselte a legjobbak között. A mai nap fő célja az volt, hogy megmutassuk a hazai közönségnek, Paksváros lakosságának, hogy a német nemzetiségi hagyományok meg élnek. Eddig nem nagyon mertünk ilyen rendezvényt ide csábítani, de sikerült ezt az országos rendezvényt idehozni, ahol a sváb zenét szerető és művelő zenészeknek a, mondhatom, hogy a színe java mérkőzött meg egy fesztiváldíjért, és ahogy én beszélgettem a zenészekkel, közönségekkel a szünetben, úgy gondolom mindenki nagyon jól érezte magát. A Süli János miniszter által fővédnökölt fesztiváldíját adóján Kovács Pál felelős államtitkár is jelen volt. A fesztiváldíjat a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület vehette át a gálán. Az est folyamán jutalmazták a több évtizedes zenekari múlttal rendelkező tagokat, így Fritz József paksi zenekarvezetőt, valamint Horváth Margita Roger Schilling zenekar első klarinétosa is elismerést, azaz ezüst kitűzőt vehetett át negyed évszázados kitartó zenéléséért. Az ezüst kitűző, amit én kaptam, az 25 éves német zenész pályafutást díjazott. Az én zenekari pályafutásom az egy kicsit korábbra nyúlik vissza, hiszen már 5. koromban elkezdtem a zenélést, és utána én Pécsett a zeneművészeti szakközépiskolában tanultam tovább, és ott is zenéltem az ottani zenekarba, aztán később a Pécsi Vasutas Fúvós zenekarba, és amikor ide kerültem Paksra, akkor is következett egy újabb folyamat, és amikor 91-ben felkértek arra, hogy csatlakoznék-e az akkor alakuló Roger Schilling zenekarhoz, akkor természetesen igent mondtam.
A családunkban édesanyám volt az, aki nagyon szerette a zenét, nagyon sok népdalt énekelt nekem már egész kicsi koromban, és teljesen, hát kicsit mondhatom, hogy véletlenül is alakult ez, mert voltunk egyszer Dunaújvárosban egy orvosi vizsgálaton, amire engem el kellett vinni, és ez pont a zenei általános mellett volt, és azt kérdezte az anyukám, hogy mit szólnék hozzá, hogyha bemennénk és megpróbálnánk felvételizni. És mondtam, hogy hát menjünk, mert akkor már engem felvettek egy másik általános iskolába, és így pótfelvételivel kerültem be Dunaújvárosba, Móricz Zsigmond zenei általánosba. Első klarinéton játszom. Hát azt tudom mondani, hogy családtag vagyok, mert a zenekar az egy nagy család, tehát igyekszik mindenki hozzátenni a maga kis szólamját, ha éppen kíséretet játszik, akkor azt, ha éppen szóló részt, akkor azt, hogy meg tudjon szólalni az a csodálatos muzsika, amit éppen itt a háttérben is hallhatunk. A díjátadón Tolnamegyen németségért külön díjat kapott a Rocker Schilling zenekar, mely közel 30 éve őrzi a sváb zenei hagyományokat, országosan és határainkon túl is ismert és elismert formáció. Minden munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!